Ezek a korábbi felvételek a Pécsi Városházán készültek, mikor az úgynevezett átvilágításokról tartottak tájékoztatót. Mint ismert, egész ügyvédcsapat nézte át az önkormányzat cégeinél történt ügyleteket a 2019-ben alakult baloldali városvezetés megbízásából. Ennek az átvilágítási munkának az ellenőrzését kezdeményezte a héten a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság fideszes elnöke a testületülésén. Egytől egyik ezek eredménytelen eljárások voltak, ezek felesleges pénzkiadás volt az önkormányzat részéről, semmi másra nem voltak jók, mint hogy politikai boszorkányüldözést folytassanak, és gyakorlatilag besározzák az előző városvezetést és a hozzájuk kapcsolódó cégvezetőket és egyéb szereplőket. Ugyanis egyikük sem jutott a bíróságig, már a nyomozati szakaszban megszűntek bűncselekmény hiányában, mondja a politikus. Ezért kérte Csizmadia Péter, hogy nézzék át, mire ment el becslések szerint 60-80 millió forint a pécsi kasszából átvilágítás címszóval. Sok 10 milliójába kerül a pécsieknek, akkor szeretném látni ezeket a jelentéseket, szeretném látni, hogy pontosan milyen szerződések alapján dolgoztak ezek az ügyvédek, illetve ezek a szereplők, akik ezt a munkát elvileg elvégezték, illetőleg milyen teljesítéseket igazoltak le, milyen kifizetések történtek. Semmi más nem szerettem volna a pénzügyi bizottság elnökeként, mint hogy vizsgáljuk meg ezeket a pénzügyi kifizetéseket. Most erre szavazott nemmel a két szocialista képviselő. És mivel négyen voltak a bizottsági ülésen, két igen és két nem eredmény született. Nem kapott többséget, így nem ment át a javaslat. Csizmadia Péter szerint ez érthetetlen, hiszen átláthatóságot, tiszta pénzügyeket, felelős közpénzfelhasználást hirdetett a kampányban a baloldal. Amikor ezt megpróbálják érvényesíteni a szakbizottságban a másik oldalról, akkor az MSZP-sek megakadályozzák, mondja a politikus.